Távolodik a hideg front, úgyhogy ma már a Kárpát-medence legnagyobb részén napsütésre számíthatunk minimális változékonysággal. Köszöntöm az M1 nézőit, Molnár Csilla vagyok. A front mögött az északnyugati szél megélénkült, és ma erőssé is fokozódik, így egy kicsit szeles lesz a nap. Viszont a front elhagy bennünket észak-keleti irányba. Egyébként olyan markáns változékonyságot nem okozott. Az útja során fokozatosan veszített az erejéből, úgyhogy mire a Kárpát-medencébe ért, már alig hordozott magában nedvességet. Bár ez tényleg egyértelműen tapasztalhattuk mi is, hiszen csak apróbb záporok, zivatarok, nehogy gyenge eső tarkította az időnket. Most még észak-keleten lehet csekély csapadék, hiszen abba az irányba hagy el bennünket a hideg front. A front mögötti észak-nyugati szél nagy területen felfrissít bennünket, egyébként önök is láthatják, hogy zömmel inkább napsütésre számíthatunk. A szél viszont produkál erős széllökéseket, a leginkább pedig az északi területeken csökkenti a hőmérsékletet. Ott néhol a legészaki pontokon csak 21-22 fok lesz a legmelegebb percekben, miközben délen délkeleten még több ponton is meghaladhatja a 30 fokot a maximum. Egy kissé azért így a frontot követően labilis a légkör felettünk, úgyhogy hiába a napsütés, elvétve előfordulhat, hogy gomoly felhő alakul ki, olyan, amelyből kipattan egy-egy rövid ideig tartó zápor vagy zivatar, de hangsúlyozom, nem ez lesz a jellemző. Ettől függetlenül azért a strandolók óvatosan, nehogy pont ott alakuljon ki az emlegetett zivatar, illetve a szeles időjárás is tartogathat veszélyeket. A folyók, illetve a tavak hőmérséklete azonban nem nagyon csökkent a hidegfront hatására. A négy nagy folyón közül a legalacsonyabb hőmérsékletű a Rába, ami Győrnél 21 fokos, a Dunai Budapestnél 23 fokos, és a Körösök, valamint a Tisza van továbbra is vezető helyen 27 Celsius fokkal. A nagy tavak közül a Magyar-tenger a legnagyobb, ami kicsit hűvösebb, de ez is 25 fokos, úgyhogy hidegnek abszolút nem mondható, sőt a nyugati partoknál eléri, meg is haladja a 26 fokot több ponton. És a Tiszató, a Fertőtó, valamint a Velencei tó is egyhangúan 26 fokos. Na de nézzük, hogy a következő napokban mennyire tervezhetjük azt, hogy vízpart közelébe megyünk. Hát bátran, hiszen a következő egy-két napban még a maximumok ugyan 30 fok közelében lesznek, de már egyre barátságosabb lesz az időjárásunk. Vasárnap még lehet elvétve egy-egy zápor zivatar, hétfőn már csapadékra nincs esély, de még gomoly és fátyó felhők lehetnek az égen. Ezek délután már szakadoznak, így kettől kezdve többnyire szikrázó napsütésnek örülhet, és ezzel egyidőleg melegszik a levegő is, úgyhogy a hét második felében újra mindenütt meghaladja a 30 fokot a hőmérséklet, de kánikula is lesz, hiszen 37 fok is meg lehet, sőt az éjszakáink is enyhülnek, úgyhogy visszatérnek a 20 fok körüli minimum értékek. Az öntözés valóban művészet. Ha tudatosan használjuk a vizet, különösen aszályos időszakokban csodálatos kertet varázsolhatunk magunk köré. Megyeri Szabolcs kertészmérnök szerint a növény gyökerének fejlődése és ellenálló képessége nagyban függ a megfelelő öntözéstől. Például a rózsák esetében, ha gyakran, de kevés vízzel locsolunk, a gyökerek a felszín közelében maradnak. Azonban, ha ritkábban, de bőségesen áztatjuk a tövet, a gyökerek mélyebbre hatolnak a talajban, erősebbé téve a növényt az időjárás szeszélyeivel szemben, nem beszélve a szárazságról. A késő esti vagy kora reggeli öntözés a leghatékonyabb, mivel ilyenkor hűvösebb a talaj és kisebb a párolgás. Én ezzel köszönöm meg a figyelmüket, vigyázzanak magukra, viszontlátásra!